Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés lesz, de meg vagyok arról győződve, hogy nincsenek véletlenek, tehát az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a videót megtekinted. Valami szól hozzád. Megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, ennek a díja 4000 forint, indiai asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Az első kérdés, mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt láthatóak a madarak. Jelentik a könnyűséget. Azon kívül utalnak beszélgetésekre. Itt a kutya az jelentheti a hűséget, hogy ő majd mondja azt, hogy hűséges hozzá, és a nap azt jelenti, hogy megbízhatsz a szavaiban. Az is lehet, hogy ő beszél a haverjaival, és itt kiderül az igazság, vagy láthatóvá tesz a nap valamit. Amit a kutya még jelenthet, olyan baráti közeledés. Lehet, hogy szerelmes beléd, de nem szerelemmel közeledik, hanem úgy barátilag, de beszélni akar veled, és látni akar téged, hiszen a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, tehát lesz találkozás is. Az is lehet, hogy beszélni akar veled, a baráti kapcsolatairól, és elmondja az igazságot. Hogyan érzi magát? Ő lezár valamit az életében. Lehet, hogy bizonyos baráti kapcsolatokat. Itt anyagiakról is szó van. Lehet, hogy a barátai kihasználták őt anyagilag, ezért lezárja ezeket a kapcsolatokat, és érzi a szerelmet kettőtök között. Tehát itt véget ér valami, de megvan a szerelem, és a halak jelentik az értékeket is, hogy te értékes vagy számára. És milyen közeledés lesz az ő lépése? Itt a torony jelentheti azt, hogy ő még kicsit fogva érzi magát, mert vannak félelmek, bizonytalanságok, és úgy érzi magát ebben a toronyban, mint egy labirintusban keres egy kiútat. Az is lehet, hogy ő így tekint rád, és érzi azt, hogy te vagy ilyen helyzetben, valami szűkös helyzetre utal ez a torony. De lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, és itt a levél, egy üzenet, vagy egy dokumentum, vagy egy szerződés. De itt vannak az egerek, és eltávolítják a tornyot, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát lezárul ez a szűkös helyzet, vagy ez a bírósági ügy. Tőle kapsz majd egy levelet, itt megjelenik a szerelem. Majd elmondja nyíltan azt, hogy milyen változások vannak nála, hiszen lezárul egy téma a múltból, vagy bizonyos kapcsolatok a múltból, és itt a korlátozások is elmúlnak, hiszen az egerek segítenek ebben, és akkor lesz egy hír, a szerelem, az anyagiak javulnak. És mi köt össze benneteket? Itt is látható ez a levél, tehát átnyújtja számodra ezt a levelet.
lesz egy fontos hír, vagy egy szerződés, vagy mutatja azt, hogy milyen dokumentum érkezett, például ebből a toronyból ez lehet egy hivatalos levél, vagy egy bírósági ügy. Itt a koporsó utalhat örökösödési ügyekre is, amikor itt pénzről van szó, és az egerek lezárják ezt a témát, hiszen eltávolítják ezt az ügyet. És ő átnyújtja számodra ezt a levelet, szeret téged, tehát lesz egy jó hír. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!